Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szombathely Televízió kedves nézőit. Kezdjük a hetet sportosan. Ez az Aréna sportmagazin műsorunk. A mai tartalomból egy kis kert csináló. A mai műsorunkban szó lesz súlyemelésről, a Haladás labdarúgó együttes legutóbbi mérkőzését fogjuk elemezni, valamint a sportiskola jutalmazási ünnepségét is felevelenítjük. Hétvégén pedig kilátogattunk az említett Haladás mérkőzésre, jégkorong mérkőzésen is jártunk, valamint ha felkerestük Varga Jenő által szervezett jégfarsangot. Azonban mielőtt még köszönteném első stúdió vendégünket, néhány eredmény a hétvégéről, hiszen rengeteg csapatsportba folyamatosan szállították a győzelmeket a szombathelyi együttesek, kezdve az Avus együttesével, amely hatalmas csatába Kaposvár győzte le 13-11-re, ahogy a Híradó sport összeállításában látható volt, a KNTH női kézilabda bajnokságban rangadót nyert a Hungaszt SKKA csapata, amely maga biztosan győzte le a Szent István Ese csapatát 35-28-ra. A legutóbbi fordulóban az első fordulót rendezték a Magyar Darts Ligában is, amelyet a Szombathelyi Darts Sport Egyesület ifjú reménysége Kálmán Lehel nyert meg. A futszálosok hamarosan kezdenek a Deac ellen, akik már biztosan második helyen végeznek, és a hétvégén érdemes lesz az arénába kilátogatni, hiszen a Final Four-t, a Magyar Kupa 4-es döntőt itt Szombathelyen fogják megrendezni. Valamint, és nem utolsó sorban, emlékezzünk meg a női kosarasokról is, hiszen a Szóese női amatőr élvonalban szereplő csapata a Kis Lenkek Kosárlabda Akadémiát győzte le 85-67-es arányba, úgyhogy szerintem bőségesen kitettek magukért a csapataink. Ilyen jó hírek után pedig forduljunk is rá az első beszélgetésünkre. Szeretettel köszöntöm stúdiumban Márkus Erzsébetet, köszönöm. A Haladás VSE súlyemelő szakosztálynak vezetőjét, edzőjét. Jó estét kívánok! Hát kicsit induljunk vissza a múltból, illetve néhány héttel ezelőtti történésig. Decemberben ugye csapatbajnokságot harmadik helyen fejezte be 2019-es esztendőben a tanítványai. Elégedett az eredményekkel, illetve ez mennyire alapozza meg az idei esztendő kihívásait, vagy céljait? Akkor elégedett voltam a teljesítménnyel, szerintem a harmadik hely akkor teljesen reális volt a súlyemelő szakosztály számára, de már elkezdtük az új évet, sőt annyira, hogy már az alapozás után bele is csaptunk egy versenybe. Körmend is becsatlakozott a versenyrendezésbe, úgymond, és hát nagyon sokan részt is tudtunk venni egyesületünkből, szakosztályunkból. 28-an mentünk, ebből nem mindenki indult versenyben, a kisebbek, illetve a kezdők versenyen kívül vettek részt, de majd ők is folyamatosan be fognak tudni csatlakozni. És remélem, hogy ezt a létszámot tudjuk még tartani, illetve hát vannak, akik még be sem mutatkoztak versenyszerűen. Nagyon jól felvezetted ezt, amit a következő kérdésnek szántam, hogy a Körmend Impulzus SE szervezte ezt a területi minősítő versenyt. Nagyon-nagyon hosszú idő után, ha jól tudom. Tehát egy hosszabb idő azért kimaradt ebbe a szervezés, illetve a területi Igen. minősítő verseny, amit Körmend rendezett. Hogyan készültettek rá nyilván alapozással, illetve ahogyan mondtad, a fiataloknak egy versenyzés, illetve előversenyeztetési lehetőségként adódott. Volt esetleg bármilyen elvárás irányukban? Tulajdonképpen én a Vas megyei Súlyemelőszövetség főtitkára is vagyok, és Igen. hát így szorgalmaztuk azt, hogy Körmenden is próbáljanak, már 2 éve van ez az egyesület, próbáljanak becsatlakozni a versenyeztetésbe, sok mindenben segítettük őket, tehát itt versenyfelszereléseket, versenydobogót biztosítottuk, nagyon sok ilyen kis támogatót szedett össze Körmend, és én úgy gondolom, hogy méltóképpen biztosították a helyszínt, nagyon nagy lelkesedéssel, odaadással, szervezéssel biztosították azt, hogy ez a területi minősítő igazán színvonalas legyen, és én úgy gondolom, hogy az is volt. És a versenyzőit hogyan szerepeltek, illetve volt-e bármiféle elvárás velük szemben? Azért mindig van elvárás igen. velük szemben, igen. Szépen teljesítettek,
időszaknak megfelelő volt. Én úgy gondolom, hogy aki akart, aki tudott, az részt is vállalt. Itt két versenyző, a Gyűrűs Barbara és a Boros Viktóriánál voltak ugye elvárásaim főleg, mert nekik azért egy beugró verseny volt a Savaria Kupa előtt. A következő versenyünk ezzel el is mondtam, a Savaria Kupa lesz március 7-én, megrendezzük hagyományokhoz kíván a 9. Tóth Géza emlékversenyt. És itt már meg kell mutatkozni mindenkinek a tudásának, hogy milyen szinten van, hisz nagy nemzetközi versenyek várják a nagyobbakat. Boros Viktória március 14 és 21 között Bukarestben vesz részt a junior világbajnokságon, illetve három versenyzőmmel aspirálok az április 4-12 között megrendezendő felnőtt Európa bajnokságra, ez Moszkvában lesz. Boros Viktória, Gyűrűs Barbara, illetve Polgár Miriam személyében. Egy picit csorbult a szakosztályunk, Bazsó Bianca eligazolt. Tehát ugye hosszú évekig haladás VSE szakosztályának a tagja volt, illetve nevelő egyesülete is. És régóta Pesten elő úgy gondolta, hogy eligazol más egyesületbe. Elengedtük, nem gördítettünk akadályt, de azért ez egy kicsit úgymond mégis hiányolni fogjuk, mert ő is ott lehetne szerintem az Európa-bajnokságon. Hát így van, ugye Bazsóbi azért öregbítette rendszeresen minden versenyen a haladás hírnevét. Ennek ellenére a három versenyző, akit kiemeltél, ugye Gyűrűs Barbi, Polgár Miriam és Boros Viki személyébe, azért most már olyan eredményeket is felmutattak, ami a fiatalság számára követendő példa. Ők hogyan tekintenek a versenyen, a saját házon belüli versenyzőkre? Most gondolok itt Polgár Miriamra, Gyűrűs Barbira és Boros Vikire, akik úgymond példaképként szolgálnak a fiatalok számára, és segíthetnek. Igen, igen, tehát én itt azt mondom, hogy senki nem dőlhet hátra. Uh-huh. Minden versenyre nagyon is fel kell készülni, odafigyelve, mert az ellenfelek nem alszanak. És mihez valaki egy picit hátradől, akkor az ellenfél már be is jön. Tehát ha kis verseny, ha nagy verseny, ott meg kell felelni, és oda kell tenni magukat. Én örülök neki, hogy más helyszínen voltunk egy idegenen, hogy ez valamilyen szempontból aspirálja őket, és kizökkenti őket a hazai környezetből. Kicsit a komfortzónájukat. Igen, 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 igen. Én úgy gondolom, hogy ki kell őket mozdítani a komfortzónájukból, mást is megmutatni, más lehetőségeket biztosítani nekik, és készüljenek, versenyezzenek idegen helyen is. Mennyire népszerű most a súlyemelő sportág? Láttam, hogy a szakosztály rendszeresen felszólítja, illetve keresi a fiataloknak a becsatlakozási lehetőségét, gondolom az utánpótlás bázis növelésére. Igen, folyamatosan toborzunk, tehát nekünk nincs megállás, gyakorlatilag bármikor bárki be tud kapcsolódni a versenyzési rendszerünkben. Folyamatosan keresek fiatal tehetséges fiúkat, lányokat. Nagyon, nagyon nehéz, vagy hát alkati kérdés van nálunk a súlyemelés. Tehát nagyon meg kell felelni anatómiailag is, és hát mivel ez nagyon nagy koncentrációt igényel, tehát nem úgy van, hogy csak oda megyek, felemelem a súlyt, tehát azért ezt el kell felejteni. Van lemorzsolódás, és mindig frissítek, keresem a fiatalokat, hogy aztán megröptessem őket, esetleg egy Európa-bajnokság, egy világbajnokság, vagy ha már én úgy gondolom, hogy valaki csak a saját egészségét fejleszti, akkor is sokat adtunk neki. Említette fél gondolattal az elkövetkezendő versenyeket, addig viszont van még egy-két hét, most gondolok itt a Savaria Kupára. Milyen ütemterv szerint dolgoznak most a súlyemelők, és hogyan lesz megvalósítva ez a Savaria Kupa, ami egyben ugye egy emlékverseny is? Igen, tehát most már harmadik éven itt az új sportkomplexumban tudjuk méltó helyen megrendezni az emlékversenyt. Ennek az előkészületeit már csináljuk, készítjük a versenydobogót, állítom össze azokat a úgymond
technikai feltételeket, amik kellenek a verseny lebonyolításához, várjuk a nevezéseket erre a rendezvényre, és hát a saját szakosztályunkból is szeretnénk, hogyha egy 10-12 fő részt venne ezen a színvonalas versenyen. Most is lesz igazi nagy ágyú, lehet így fogalmazni, hiszen minden versenyen azon figyeltek a szervezők, hogy akár magyar viszonylatban, akár nemzetközi viszonylatban egy ismert, nagyon-nagyon ismert súlyemelő megtisztelje jelenlétével a versenyt. Isten igazából ugye ez az Európa bajnoksághoz van viszonyítva, és nagyon szeretnénk, hogyha mondjuk egy Nagy Péter megtisztelni jelenlétével ezt a rendezvényt, bízom benne, hogy eljön, ugye pénzdíjas, tehát azért erre azért sok mindenki megmozdul, fiúkat, lányokat, az egész válogatottat várjuk, nem csak felnőtteket, utánpótlás szinten is, hisz tudjuk, hogy azért az U15, U17-es, illetve junior U23-as Európa bajnokságon is nagyon sok jó eredményt lehet elérni. Szakosztályunkból is van kis fiatal tehetség, Darabos Sára, ő is bontogatja szárnyait, esetlegesen egy olimpiai reménységek versenyére már szeretnénk, hogyha ő is ott tudna lenni. Nagyon jól felvezetted ezt a következő kérdésemet. Milyen, illetve kitől vársz még mond kiugró eredményt a 2020-as esztendőből, hiszen tényleg rengeteg tehetséges fiatal van, néhány évvel ezelőtt még Boros Viki vagy éppen a Gyűrűs Barbie nevét alig-alig lehetett hallani, és tényleg nagyon-nagyon egyenletes fejlődést mutattak be, és hát szállítják az eredményeket azóta is. Igen, hát folyamatosan dolgozunk Ligeti Ferenc kollégámmal, és törekszünk arra, hogy úgymond a korosztályoknál is megfelelően biztosítjuk azokat a tehetséges versenyzőknek a lehetőségeit, és ezért is folyamatosan toborzunk. Tehát ne legyen rés a pajzson. Mindig próbáljuk, nem könnyű. Nagyon sok versenyen kell, és nagyon sok edzésen kell megfelelni ezeknek a gyerekeknek, de én azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon jó sport, nagyon élvezetes, és aki benne van, szerintem ezt nem tudja abba hagyni. Rendben, nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon jó végszó volt Márkus Erzsébetnek, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, mi pedig haladunk is tovább, hiszen a hétvégén a haladás ellenfele a Csákvár volt a másodosztályú bajnokságban. A kiesés ellen menekülő szombathelyi haladás 2-0-0-ás döntetlen, és a felfűtött hangulatú honvéd elleni kupavereség után fogadta az Akvitál FC Csákvár együttesét az NB2-es labdarúgó bajnokság 24. fordulójában. A találkozó első percei az ismerkedés egyében teltek, negyed óra után ébredt fel a haladás, Rácz szögleténél Jagodics került a földre érdekes körülmények között, a játékvezető azonban nem fújt a sípjába, a labda a halinál maradt, Tóth Dávid lövését könnyedén fogta a vendégek kapusa. Eseménytelen percek után Rácz befele törve csinált magának lőhelyzetet, ígéretes kísérlete az egyik védőről pattant fölé. Az első fél óra egyértelműen a haladásé volt, a tabellán 6. helyezett Csákvár alig-alig lépte át a félpályát. A 36. percben Jancsó cselezgetett a sárgamezesek között, ám az utolsó passza túl hosszúra sikerült. Agresszív játék és sok labdaszerzés jellemezte a haladást, de a befejezések még nem voltak tökéletesek. Tóth Gábor Kristóf lövése nem okozott gondot a csákvári hálóőrnek. Az első játékrész legvégén aztán megtört a hali 468 perc óta tartó gólcsendje, már Rácz Ferenc fantasztikus szabadrugása is gólt érdemelt volna, felső kapufáról lepattanó labdát végül Tóth Gábor Kristóf fejelte közelről a hálóba. Nem véletlenül volt hatalmas az öröm a stadionban, a zöldfehérek utoljára december 1-én a Győr vendégeként szereztek gólt. A csapatok tehát 1-0-ás hali vezetésre vonultak az öltözőbe. A második félidőt úgy folytatta a haladás, ahogy az elsőt abba hagyta. A csereként beálló Farkas Balázs úszott meg a jobb oldalon, hibátlanul tálal Tóth Gábor elé, a 18 éves támadó néhány szerencsés igazítás után duplázott és 2-0-ra növelte a haladás előnyét. Ha egy üzlet beindul. A 66. percben teljesen kiszakadt a haladás gólzsákja, Farkas és Holdamf összjátéka után az előbbi még egy védőt is elfektetett és okosan a kapuba gurított. A 3-0-val végleg eldöntötte a találkozó sorsát a haladás. A Csákvár teljesen szétesett, a haladás könnyedén kiütéses győzelmet is arathatott volna, azonban Tóth Gábor ezúttal hibázott zicserben, így a mesterhármas sem jött össze.
Mindent elmond a játék képéről, hogy Verpec Istvánnak a 76. percben kellett először komolyabb védést bemutatnia, a Haladás kapusa Jagodics mentésénél hárított bravúrral. A három gólos előny tudatában a végére elkényelmesedett a Hali, de Verpec ismét a helyén volt, és hatalmas védéssel mentette meg csapatát a góltól. A Haladás így 3-0-ra legyőzte a Csákvárt, és megszakította a 7 meccses, november eleje óta tartó nyeretlenségi szériáját. A zöldfehérek a sikerrel 2 pontra közelítették meg a bennmaradó helyen álló Tiszakécske együttesét. Az a csapat, amelyik ilyen helyzetben, ilyen borzasztó helyzetben van, nem megyek végig az összes ponton, mert nem lenne elég a idő éjfélig. Annyi talán, hogy meghatározó játékosok hiánya, hátrány a bajnokságban a szerdai kupameccs, de nem siránkozik, hanem erről az oldalról fogja meg a dolgokat, az szerintem sokkal hivatott. Nyilván még soha nem tartunk, de az látszik, hogy a csapatunk jó úton jár. Én ezt szajkózom most már, unjátok, hétről hétre, de azt gondolom, most már is lassan tény lesz. És még egyszer mondom, hogy hétünk futballozni, hogy tettük szerdán, és hogy tettük ma ezen a mérkőzésen, az egy jó jel. De, ahogy mondtam, még rengeteg teendőnk van. A vendégek mestere rendkívül csalódottan értékelte a látottakat, leginkább a második fél idővel volt elégedetlen. Elsősorban szeretnék gratulálni a Haladásnak a mai győzelméhez, hisz a játék minden elemében felülmúlt bennünket, és én azt gondolom, hogy az első fél időben egy ilyen stabil, inkább egy taktikai csata folyt a pályán, ahol szerencsétlenül jöttünk ki a szabadrugás előtti szituációból, mert nem tudtunk felszabadítani, jött az a szabálytalanság, és egy nagyszerű szabadrugás után a Torgáho Kristóf betalált. A labdarúgásban sajnos nincs rosszabb szituáció, amikor egy csapat elmegy a fél időre az utolsó másodpercben bekapott góllal. Kicsit próbáltuk rendezni a sorokat, hogy a második fél időben kijöve megpróbáljuk megfordítani a mérkőzést. Hát sajnos a második gól után így azért a reményeink szerte foszlottak, és a második fél idei teljesítmény miatt szégyellem magam, és remélem, hogy meg fogjuk találni az okokat, hogy mi váltotta ki ezt a fajta gyenge játékot. Ott már csak egy csapat volt a pályán, az akarat és a motiváció dominált, és ezért tudok a Haladásnak gratulálni. A Haladás legközelebb szerdán a Budapest Honvéd együttesét fogadja a Magyar Kupa visszavágóján, majd vasárnap a Budaörs vendégeként folytatja a bajnokságban. Hát fantasztikus 3-0-ás győzelemet aratott át a szombathelyi Haladás, és ezt a sikert fogjuk boncolgatni a klub játékosával. Rácz Ferenccel szeretettel köszöntelek. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Mi történt veletek? Nem lehet így kezdeni ezt a beszélgetést, hiszen ahogyan a felvezetőben, illetve a bejátszásban is lehetett hallani, hogy egy november óta tartó nyeretlenségi sorozat szakadt ezzel meg. Nyilván azért volt ennek egy előhozadéka, hiszen az előző két mérkőzést nem veszítettétek el, igaz, nem sikerült a gólszerzés, most viszont mondhatjuk azt, hogy minden összejött. Üdvözlök mindenkit én is. Hát igen, borzasztó volt a hangulat, minden szempontot figyelembe véve. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy feszültség volt meccs előtt, ami igazából hát szerte foszlott az meccs végére, de igazából ezt folyamatában kell tekinteni ezt a dolgot. Én nem gondolom azt, hogy most szerencsés napot fogtunk ki. Nyilván benne volt az, hogy azt gondolom, hogy nagyon jó időben rúgtuk a gólokat, szerencsésen jöttünk ki a fordulópontokból a mérkőzéseken, de ez nem véletlen, valamit megbeszéltünk télen, amikor jöttek új játékosok, illetve érkezett egy új vezetőedző, hogy miben kellene változtattunk, kinek miben személyenként kell megváltozni, illetve a csapat szinten, és ezt próbáljuk végigvinni. Ennek most volt egy látványos eleme, ami kijött hétvégén, de úgy gondolom, hogy se túlértékelni, se levecsülni nem kell ezt a győzelmet, mert mondom, mi még egyszer ezt folyamatában kell tekinteni, ezt az egész folyamatot, és jó úton haladunk, ez a lényeg, ezt kell megőriznünk. Az öltözőben a találkozó előtt mondott bármiféle javaslatot, vagy bármiféle taktikai húzást, ami esetleg nyerő adu lehetett a ti kezetekben a Csákvár elleni találkozó előtt, Mátyus János? Nyilván felkészítettek minket a mérkőzésre, hogy
mik azok a pontok, ami számunkra kedvező lehet a Csákvártól. Taktikai szinten mindent megkaptunk. Azt gondolom, hogy motiváció szintjén ritka szerintem most egy olyan csapat, amikor azt gondolom, hogy 80%-a a játékosoknak a szombathelyi kötődésű, úgyhogy szerintem nincs szükség arra, hogy bárkit ezt külön kellene motiválni. Azt gondolom, hogy a játékosok nagy része itt nőtt fel, itt nevelkedett, és ez a szombathely, ezek az utcák, az emberek sok mindent adtak nekünk, illetve a fiataloknak is, illetve már az időseknek is, akik esetleg már több helyen megfordultak. Úgy gondolom, ez egy egyedi eset, attól függetlenül, hogy több klubba játszottál messze a városodtól, vagy ez mindig különleges, mikor itthon vagy. És itt eltölt ez 10-20 évet, és most nem is a legnemesebb célja, de valamiért tudsz küzdeni igazából a saját városodért. Ugye az elmúlt időszakban azért nem csak a szurkolók, hanem a televízión kamerái is végigkísérték a haladás felkészülési időszakát, akár az edzésekről, edzőmérkőzésekről beszélünk, vagy éppen az első két találkozóról. Nem volt egy kis görcsösség, hiszen Mátyus János néhány héttel ezelőtt bent volt a stúdióban, és azt mondta, hogy úgy érzi, hogy készen van a csapata, nem kell hozzányúlni. A felkészülési időszakban nyilván volt vereség, győzelem, illetve döntetlen, és ugye az edzőmérkőzések tekintetében ennek ellenére az első két mérkőzésen nem jött ki a lépés, és döntetlen lett. Nem lett kicsit görcsösebb a csapat? Hát butaság lenne azt mondani, hogy nincs görcsösség, inkább nyomásnak hívnám. Mondom, még egyszer ezt a folyamatot szeretném kiemelni, tehát 3 hetet tudtunk dolgozni a bajnokság kezdete előtt, ez nem hosszú. Hogy mondjam, szerintem rendben voltunk az előző két meccsen, és stabilak voltunk. Nyilván egy ilyen szituációban lévő csapatnál, amikor nem is emlékszel, hogy mikor nyerti utoljára, hogy mikor rúgták volt, borzasztó nehéz mentálisan pályára lépned, mert tudod, hogy igazából nem hibázhatsz, mert elég rossz helyzetben vagy, másrészt viszont azon felül, hogy nem hibázol, ugye valami extrát kell nyújtanod, mert nyerned kell. Úgyhogy nem könnyű, de ez nem kifogás, úgy gondolom, hogy ezért vagyunk sportolók, vagy ezért kapunk fizetést, vagy ezért sportolunk ott, ahol sportolunk. Ez nem kifogás, de azért érezhető a nyomás, úgy gondolom, hatványozottan is, az előzőekre visszatérve, főleg, hogy 80% a csapat résznek a szombathely, úgyhogy ezt nem tagadjuk. Van, de ezzel meg kell virkóznunk, ez a feladatunk. Mit jelent nektek a szombathelyi közönség, szurkolók szeretete, hiszen idegenben is ugyanúgy elkísértek benneteket, ahogy most legutóbb ugye Csákvár ellen konkrétan zúgott az egész aréna? Hát igen, minden tisztelettem, vagy minden tiszteletünk a szurkolóké, igazából hát megmondom őszintén, nem erre számítottunk, úgyhogy ez nagyon pozitív. Szeretnénk azt kiérdemelni, hogy a csapat és a szurkolótábor egymásra találjon, ami megtörtént igazából ezen a meccsen, mert teljesen más atmoszféra, hangulata van egy mérkőzésnek ilyenkor. Úgyhogy én emelem kalapomat szerintem a csapat nevében, nagyon köszönjük, illetve biztos, hogy szükség lesz rám, mert ez egy nehéz menet lesz. Ugye tegnapi mérkőzésről beszélünk, amit 3-0-ra megnyertetek, ma viszont már volt egy edzésetek. Milyen hangulatban telt ez az edzés így a sikert követően? Hát igen, nem mostanában volt ilyen, mikor hétfőn lemész edzésre és győztes meccs után vagy. Abszolút egy kicsit oldódott a hangulat, de tudjuk, hogy még igazából nem történt semmi, tehát vonal alatt vagyunk. Nyilván van olyan eredmény, ami pozitívan alakult, de nem gondolom azt, vagy talán nem is gondoljuk azt, hogy igazából más csapattal kellene foglalkozunk. Egyrészt, mert nagyon sok meccs van, másrészt, ha fejlődünk minden héten, amire törekszünk, akkor jó lehetőségünk van arra, hogy eljutunk arra a szintre, hogy a bajnokság vége felé már nem kell az ellenfeleket néznünk, mert olyan teljesítményt nyújtunk le, amivel már igazoljuk, hogy az NB2-ben van a helyünk.
az ebben viszont segíteni fog nektek ez a mérkőzés dömping, ami a csapatot úgymond sújtja, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, hiszen 12 nap alatt 4 mérkőzést játszatok. Kicsit tekintsünk előre, Budapest Honvéd elleni Magyar Kupa visszavágó mérkőzéstől mit vársz? Így van, igazából én focistaként, illetve nem ismerek olyan focistát, aki ne szeretne, nem kell edzeni, hanem csak meccset játszani kis túlzással, ez a legjobb. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy a több meccs, vagy a több terhelés az negatívan hatna egy csapatra, főleg ha pozitívan tudsz kijönni egy ilyen kupasorozatból. Nem mi vagyunk az esélyesek, attól függetlenül, hogy nem rossz eredményt értünk el Budapesten, sőt, nem egyértelmű, hogy ki a jobb csapat, viszont itthon vagyunk, a Honvéd fog érkezni hozzánk Szombathelyre, a Lóonczi útra, úgy gondolom egy villanyfényes meccsen, egy jó pályán, egy jó stadionban, jó ellenfél ellen, úgyhogy felszabadultan fogunk játszani, most a nyomás nem rajtunk lesz. Úgyhogy mi szeretnénk beleállni ebbe a történetbe és tovább jutni. Akár meglepetés is okozhatok, pontosan ezt akartam felvezetni, hiszen hazai környezetben a nyomás nem rajtatok van, és ráadásul győztes mérkőzésből érkeztetek, tehát ez még inkább lelkileg felszabadíthatta a csapatot. Meg lehet fogni ezt a Honvédot véleményed szerint? Hát abszolút meglepetés kategória lenne, azért maradjunk a földön. De miért ne? Nem, megtörtént már régen, meg is fog történni a jövőben is. Most miért ne lehetne, mi megteszünk érte mindent, aztán, hogy mire lesz elég, az majd kiderül szerda este 9 órakor, de hiszünk benne. Rendben, nagyon szépen köszönöm Rácz Ferencnek, és sok sikert kívánok nem csak köszönjük a Honvéd, hanem a másodosztályú bajnokságokhoz is. Szépen. Mi pedig folytatjuk műsorunkat, hiszen a hétvégén egy jótékonysági hoki meccsre látogattunk ki a Szombathelyi Pingvinek. Mérték össze tudásukat a soproni csapattal. Több szempontból is különleges jégkorom mérkőzése került sor a szombathelyi műjégpályán. Tavaly hagyományteremtő szándékkal csapott össze a Szombathelyi Pingvinek jégkoromklub az EC Cannibals Grass csapatával. Itt vagyunk a szombathelyi műjégpályán, abból az apropóból, hogy először is, hogy egy kicsit a szombathelyi közönségnek is meg tudjuk mutatni, hogy van felnőtt hoki Szombathelyen, hiszen ők ritkán jutnak ki a rendezvényre, mert hogy itthon ez egyetlen meccs, amit meg tudunk rendezni. A szezon rövidsége, a nyitott pálya adottságai miatt jelen pillanatban ez az egy lehetőségünk van. Tehát egy kicsit a hoki népszerűsítése, és ezt akkor mindjárt karölt fölfűztük egy jótékonysági rendezvényé, avanzsáltuk, ami a tavaly évben már egy hasonló keretekben megvalósult, és egész jól sikerült adakoznunk az SMA betegséggel küzdő Katona Olivér részére. A találkozó díszvendége a 3 éves perenyei kisfiú volt, aki az első sorból nézhette a Szombathely Sopron barátságos mérkőzést. A találkozó ezúttal is a bemutatással kezdődött, de fontos feladat jutott Olivérnek is, aki a mérkőzés elején az ünnepélyes kezdésben is segített a játékvezetőknek. A játékosok pedig igyekeztek a legjobb formájukat átmenteni a mérkőzésre. Én úgy gondolom, hogy mindenki egy kicsit másképp áll ilyenkor ehhez hozzá. Nem az a lényeg, hogy itt vérremenő küzdelem legyen, hanem érezzük jól magunkat, kicsit barátkozzunk. Ugye a Pingvineknél az utánpótláskorú gyerekek is láthatnak felnőtt mérkőzést hazai pályán. Hiába volt barátságos mérkőzés, azért a jégen elkapta a játékosokat a győzni akarás. Ennek köszönhetően nem szűkölködött a derbi szép cselekben, látványos megoldásokban, nagy ütközésekben és természetesen gólokban sem. Alig 2 perce tartott a találkozó, amikor Horváth Zsombor villant egyet. A fiatal játékos kezdte a gólgyártást, egy szép egyéni alakítás végén talált a hálóba. A nézők legnagyobb örömére a szombathelyi együttes dominált az első játékrészben. Ezt követően már a Sopron is megmutatta oroszlán körmeit, de a találkozót végül 9-3 arányban a Pingvinek nyerték. A hazai közönség támogatását élvező szombathelyi hokisok percekig tartó vastagsót kaptak a lefújást követően, nem érdemtelenül. Igazából én ezt alig bírom feldolgozni, hiszen tavaly mikor kin voltam, akkor sajnos még nem játszhattam, mert nem fértem be korilag a csapatba, viszont nem is volt ennyi néző, és most tényleg megdöbbent, hogy ennyien eljöttek megnézni minket. A jótékonysági mérkőzés visszhangja borítékolja, hogy ez a kezdeményezés sikerre van ítélve, és jövőre ismét szeretnének a Pingvinek a klub legnagyobb szurkolójának kedveskedni.
Jégkorong után pedig a sportiskolával foglalkozunk, hiszen a múlt héten jutalmazási ünnepséget rendeztek a Városházán. Szeretettel köszöntöm a téma kapcsán Boros András tanárurat, Szombathely sportiskola vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Mit kell tudni erről a jutalmazási ünnepségről, ami most már nem először került meg? Nem, hát pontosan 21 éve, 1999-ben, amikor alakult a sportiskola, abban az évben már volt egy jutalmazási ünnepség, tehát ugye a 21. tulajdonképpen szezonját koptatja. Ez a minden évben, év végén. Most volt rá alkalom, de a tavalyi év átcsúszott technikai utókok miatt ennek az értékelése, és így február elején, tehát pontosabban múlt hét csütörtökön került megrendezésre. Ugye szakosztályok legjobbait értékeljük. Most a tavalyi évben 9 szakosztályunk 70 versenyzője, díjazottja volt, akiket a szakosztályvezetők vagy az eredményei alapján, vagy a munkájuk, szorgalmuk, hozzáállásuk alapján méltónak találtak. 3 kategóriába díjaztuk őket. A bronz, ezüst és arany fokozatot kapott, tulajdonképpen egy kis minősítés, ha mondhatni, így bronz kategóriát kapott az, aki a jövő reménysége, még, tehát most szokja ezt a tulajdonképpen sportiskolai, illetve a szakosztályi légkört, az edzéseket, de már azért mutatja, hogy előre van a pálya. A második kategória az ezüst kategória, akik már eredményeket értek el, és a harmadik, akik olyan nemzetközi eredményt értek el már, ami példaértékű. És ez alapján derült? Így van, ez alapján. 70 ugye, versenyzőből olyan, tehát 25-en voltak, most egy számos, ugye a bronz kategória, 35 az ezüst, és akkor a 4 volt az aranyminősítés, úgymond. Ugye a 9 szakosztálynál lehet azt mondani, hogy elég nagy a merítési lehetőség, hiszen több száz gyereket foglalkoztatok hétről hétre. Hát igen, körülbelül 600 fős volt december végéig, és azért múlt időben mondom, mert a tenisz szakosztály január 1-től egy önkormányzati döntés és szakmai döntések alapján a haladás VS tenisz szakosztályával egyesült. Majdnem 20 év, tehát a közel a 2000-es évek elejétől volt ugye a tenisz szakosztály tagja a sportiskolának. Így most tulajdonképpen elváltak útjaink szakmailag teljes egyetértésben, és sok sikert kívánna. Ezáltal csökkent egy kicsit, tehát olyan 550 fő körülé most a létszámunk. A gyerekek hogyan veszik ezt az elismerést? Mit lehet rajtuk észrevenni? Nyilván a megilletődőségen túl, hiszen, illetve a büszkeségen túl, hogy ők jutalmazottak lettek. Ez tovább motiválja őket? Ezt hogy lehet látni vezetői szemben? Igen, abszolút egy motivációs célzat. Több okból kifolyólag. Az egyik az, hogy nyilván maga egy hangulat, egy helyszín varázsa is motiváló tényező. A másik pedig az, hogy azért az edzők ilyenkor mindig egy pár mondatos kis jellemzéssel, minősítéssel készülnek a gyerekekről. Ennek vannak tényszerű, objektív, de nagyon sokszor ugye a személyiségét, a hozzáállását tükröző, akár kicsit viccesebb. Ebben nagyon jól tudja Németh László, a dobóedző, jellemezni a gyerekeket, amit már készülnek rá, tehát várják, hogy mit fog mondani az edző, tehát van egy hangulata, varázsa ennek. Nyilván azért mi utánpótlásnevelő műhely vagyunk tulajdonképpen, ezért azért változik évről évre a részvevő díjazottak száma, jelenléte, úgyhogy nem mindig ugyanazok vannak, akik részt vesznek, vagy kapnak. Tehát azért van egy újdonság is, de azért ezt már tudják egymás között, hogy azért ebben mindig van egy kis meglepetés, kis olyan megjegyzés az edzők részéről, ami tényleg pozitívan hathat az ő további fejlődésükre. Az a 70 díjazott szempontjából, 70 díjazott gyermek szempontjából különleges érzés. Mi a helyzet a 2019-es esztendővel, hiszen ez a 70 díjazott pont azt vetíti előre, hogy nagyon jó esztendőt zárt ezek szerint a sportiskola. Hát igen, így számszakileg akkor ugye 53-1-3 helyzet volt, akik országos bajnokságon vagy valamilyen nemzetközi versenyen
szereztek helyezést, de hát nyilván pontszerzők és döntőbe jutottak száma néhóval több. Mint ahogy mondtam, utánpótlás nevelő műhely vagyunk, de azért D vagy Boglárka esetében, tehát a torna esetében azért van egy olyan, ahol már az élsport is ott van a sportiskolában, ugye 18-ban EB-t nyert, tehát ezek meghatározó tényezők. Hát akár csak mondjuk Bercsabigélnek az EB-ben. És akkor az arany, így van, Bercsabigél is 98-ban, tavaly volt ugye mindkettőknek sajnos egy sérülés. Ugye jött egy váltás ebben, a Zsankó Petra lett az arany úgymond jelvényes, aki a Spanyolországban maratontávon lett 5. helyezett, Horváth Ennem az ifjúságig között remekelt tornában, Gyűrűs Hanna az ifi EB-n volt 36. és Borhi Marcell pedig tulajdonképpen 16 éve alatti sok olimpiára utazó csapatnak is, de a korosztályos válogatottnak is tagja volt, magyar bajnok, tehát ő is mind nemzetközi eredményekkel büszkélkedik. Úgyhogy ők voltak most a kiemelt, úgymond arany érmesek ennek a napnak. A sikerek zálogaként, ez a bizonyos léc, az folyamatosan tevődik fel. 2020-as esztendőtől mit vár a sportiskola vezetője? Én azt gondolom, hogy tehát nyilván vannak vágyak, remények. De az egyik legfontosabb, és lehetne más, hogy már említettem Dévai Boglárka nevét, tehát tavalyi év ugye, egy sajnálatos műtét és abból kapcsolódó szövődmények miatt kimaradt, de edzői Rácz Gábor és Vízer Erzsébet elmondása alapján jó úton halad, ott van. Még a remény ott van, és ott lehet, hogy esetleg az olimpiára is még van 2 kvalifikációs verseny, márciusban mennek Dohába, az is ott lehet. Tehát az egyik ez, hogy a legfontosabb, mit nem is tudom, sportvezetőként, emberként is kívánhat, hogy a Boginak egy sikeres visszatérése legyen a sportiskolán belül, a magyar tornán belül. A többiek esetében nyilvánvaló, hát akiket említettem, Mercsabigének szintén talán visszatérés akkor, tehát a sérülésből fakadóan is teljes erőbedobással tud EB-n, VB-n részt venni, az úszoknál is Gyűrűs Anna, és ahogy mondtam már, ugye a tornászok közül azért van Horváth Emma, van Borbás, vagy a Maráci Forzsán, akik igaz, hogy ott a 2022-ben lesz ifjúsági olimpia, de már folyamatosan ott vannak, az ő nevüket nem szabad elfelejteni, biztos, hogy találkozni fogunk vele. Tehát az egyéni sportágok, asztali teniszben Molnár Lizára azt gondolom várnak nagy feladatok idén újból, és ott már esetleg az aranyér és az OB aranyér és nemzetközi versenyek. Dobok folyamatosan hozzák azokat az eredményeket. Én azt gondolom, Borhi Marcira megint számíthatunk. A két látvány csapatsportágunkban pedig a röplabdában és a kosárlabdában én azt gondolom, hogy ha ilyen szinten a döntőbe kerülések realizálódnak a kiemelt korosztályokban, akkor ezek nagy eredménynek számítanak. Rendben, nagyon szépen köszönöm Boros Andrásnak, hogy elfogadta meghívásunkat, és sok sikert, illetve gratulálok az eredményekhez is. Köszönjük szépen, gyere hétnél. Mi pedig haladunk is tovább, hiszen a Varga Jenőik mindig kitalálnak valamit. Tegnap jégfarsangot rendeztek egész pontosan a szombathelyi műjégpályán. Nézzük meg összeállításunkat erről. Versengés határok nélkül volt a jelszó vasárnap a szombathelyi műjégpályán, ahol a sportág népszerűsítése mellett helyet kapott az egészséges életmódra való nevelés, valamint játékos feladatok is. A jeles napon a felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a programunk, amelyet az Alamegyei Sportszövetségek Egyesülése nyert el, 3 megyére kiterjedően, és hát ahogy láthatjuk, mögöttem szép számú sereg gyűlt össze erre a jégfarsangra. A jégfarsang talán a versenynaptár egyik legjobban várt jeges rendezvénye, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma is kiemelten támogatott.
33. alkalommal rendezi Szombathely megye jogovárosa, illetve ebben az évben ugye közösen a Vas megyei sportági szakszövetségek közösen a jégfarsangot, hiszen még farsangi idő van. Volt már olyan idő, mikor át kellett váltani jégkarnevál elnevezésre, de azt hiszem a tavalyi év alapján is lehetett látni, hogy még ebben az időben is, a nagyon meleg időben is mindent megtesz a Szova ZRT azért, hogy egy viszonylag elfogadható pályát, hiszen napon 20 fok van, tehát ahhoz, ahogy látjátok, nagyon jó minőségű még ennek ellenére is a jég. Hogy mondjam el, hogy a mai nap egész reggeltől, tehát délelőttől egészen estig tartanak a programok. Ez egy közös produkció méghozzá a Zala megyei sportszövetségek egyesülése, illetve Vas és Győr Moson Sopron megye közös akcióján. A kínálat ezúttal is bőséges volt, azonban a gyorsasági, ügyességi versenyszámok és a fürdőruhás korcsolyázás mellett legnagyobb érdeklődést a jelmezes csúszás kísérte. Akadt a jégen amerikai focista, kis ördögfiókák és megtisztelte jelenlétével a rendezvényt a Flintstones család két tagja is. A legnagyobb sikert mégis a Micimackóból ismert Füles, valamint egy igazi leopárd hölgy aratta. Minden évben kiszoktam jönni a jégfarsangra, nagyon szeretem a Jenő, amit szervez programokat, meg az egész hangari sportot és annak a rendezvényeit. Most leopárdnak öltöztem, és hát úgy látom, van még itt szintén aki leopárd, tehát pont így fiú-lány összepasszol, és nagyon örülök, hogy jó idő van. A farsangi időszak szép lassan lecseng, akárcsak a jeges szezon, így aki szeretne csúszni még, lehetősége van rá, hiszen Varga Jenőjék szinte minden hétvégén színes programokkal várják a korcsolyázni vágyókat. Műsorunk végéhez értünk, én munkatársaim nevében megköszönöm kitüntető figyelmüket, további jó tévézést kívánok, a viszontlátásra. Találkozunk egy hét múlva. A műsorvezetőt a Hófehérke divatáruház öltöztette.